az előző részben történt. Ez valami óriási sakkbábú így első ránézésre. De nem hiszem, hogy ez lenne az első elektromos szakányíró. Fogalmam sincs. És most mindjárt kiderül, hogy egyébként szexuális segédeszköz volt. A húsklopfoló után jöjjön egy süni doboz. Először az jutott eszembe, hogy valami ősrégi vinyó lehet, de valószínűleg nem az, hiszen ez a nyílás engem nagyon emlékeztet egy kazetta befogadó nyílásra, mondjuk a autókban, amit használhattak, de itt van rajta egy felirat. Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Made in Hungary, ezt írja a felirat. Tehát valószínűleg közelebb állunk akkor egy ősi magnóhoz, MCD1 a típusa. Én arra tippelek, bár az olvasó fejet nem látom rajta, de vannak benne mindenféle kis fogaskerekek, ami valahol jelzi azt, hogy ez hoppá. Benyomok egy gombot, és akkor ez felemelkedik ez a rész, amire úgy gondolom, hogy ez a kazetta tartója lehet. De én továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy ősi autó magnó lehet. MCD1 első merevtokos kis floppy és meghajtó. Az első volt a jó, arra kellett volna tovább mennem. Jánosi Marcell készítette, már 1974-ben megalkotta ő azt a floppy lemezt és meghajtót, amely a 80-as, 90-es években a floppyként lett ismert a számítógépekben. Ez a nagy sérülékeny mágnes lemezeket váltotta volna ki, a magyar illetékesek nem láttak benne fantáziát, a szabadalom lejárta után nyugati cégek koppintották le. Mennyire tipikus, ugye erről van szó. Nem mondtam volna meg, hogy ez egy ősi floppy lett volna, de mindenképpen egy elmés szerkezet. És azért nem láttam akkor az olvasó fejet, amit a magnóra olyan jellemzőnek tartottam volna, mert hogy nem egy magnó, nem egy autós magnó, hanem számítógépekben volt egy kis floppy meghajtó. Vannak még tárgyak a dobozban, folytassuk. Nagyon alaposan be van csomagolva egy igazi, eredeti fémtárgy. Vannak rajta mindenféle karok, amiket el tudok húzni egy ilyen vájadban. Van rajta egy olyan felhúzó, mint a régi órákon volt, de itt közben integetnek, hogy ne nyúljak hozzá, ne forgassam el. Ezek szerint nem egy óráról van szó. Viszont azt írja, hogy The Expo Camera New York. Nem tudom, hogy ez a gyártó lenne. Hoppá, itt közben felfedeztem valamit, egy ilyen kis üveglapszerűséget. Úgyhogy nekem ez alapján most már az a tippem, hogyha ezt kameráknál használták, ez talán valami régi fényérzékelő lehetett, tehát feltételezem, hogy ugye itt van egy lencse, itt esetleg bemérték, hogy mennyi fény jön, és ehhez tudták állítani a különböző objektív értékeket, hogy jó felvételek szülessenek. Szerintem ez egy ilyen ősi fénymérő lehetett kamerákra. Expo fényképezőgép, zsebóra forma, 1905-ből. Atyavilág, 1905-ben ez nem egy fénymérő volt fényképezőgépekhez, hanem ez volt maga a fényképezőgép, úgyhogy valószínűleg ez a szerkezet, ami itt található, ez szerintem a film továbbítására szolgálhatott. Oldalra pillantok, így van, ezzel továbbították a filmet, ez maga volt a fényképezőgép. Nézzük a következőt. Szerintem ez kimaradt egy korábbi darabból, hiszen MCD cassette van ráírva, tehát ez lehetett az MCD1-be való floppy lemez. Hát azt nem tudom, hogy hogy rakták bele, de gyanítom valamilyen ilyen formában. Egy eszméletlen infót hallottunk róla itt a háttérből. A Vörös Október ruhagyár standard zakóinak a zsebe, az pont ilyen széles volt, úgyhogy ez határozta meg, hogy milyen széles lesz a flopping, és természetesen ebből adódott az is, hogy a meghajtónk milyen széles lesz. Még két dolog van a dobozban, mind a kettő egy doboz. Kezdjük azzal, ami modernebbnek néz ki, hát ha az közelebb van, és még talán a gyerekkoromból emlékszem rá, elég kis esélyt látok erre. Az előbb mondtam, hogy a húsklopfoló akár szexuális segédeszköz is lehetne. Hát most erre a szerkezetre nehezen találok szavakat. Mindenképpen elektromos, tehát be lehet dugni. Ahogy elnézem, erre a kalapács alakú kütyüre lehet felfogatni különböző fejeket,
amelyek puha anyagból készülnek, tehát ez alátámasztaná azt, amit eredetileg elképzeltem. Egyébként feltételezem, hogy ez itt forog, annak hatására, hogy bedugjuk, ez pedig talán valamilyen rezgő mozgást, valamilyen alternáló mozgást végezhet. Én arra tippelek, hogy ez esetleg valamilyen masszírozó készülék lehetett. Azt, hogy ki milyen testájon használta masszírozásra, azt valószínűleg rájuk bízták. Egyébként 220 volttal működik, 7,5 wattra képes, tehát elég intenzív élményeket nyújthatott. Nézzük meg, van itt mellette egy cetli elektromos masszírozógép, UMP Zavod márkájú, de akkor nézzük, hogy mit mond erről a kis puskánk. Elektromos masszírozógép különböző fejekkel, gondolom különböző használati célra. 1970-ből származik, tehát nem emlékezhetek rá a gyerekkoromból. Masszírozógépek retro vagy futurisztikus kivitelben készültek már ebben a korszakban. Hát ez ezek szerint a futurisztikus kivitelű változat lehetett. És nézzük az utolsó darabot, ami szintén egy doboz. Jó, óvatosan leraktam az asztalra. Nagyon menő bőrfogantyúja van. Van rajta egy óra, ez gondolom óra lehet 12-es beosztású számlappal. Van rajta valamilyen kijelző, amiben papír látható. Feltételezem, hogy erre talán rögzítettek valamit. A tetején, ehhez való a kulcs, mert itt a tetején látható egy nyílás, ami egyértelműen a kulcsnak a helyét jelöli. Úgyhogy itt lehetett felhúzni ezt a szerkezetet, és ha bele lesek, megnézem, hogy mi van benne, megpróbálom ezt így oldalra fordítani. Tehát van benne egy papírszalag, feltételezem azért kellett felhúzni, hogy folyamatosan tudja továbbítani a szalagot ez a szerkezet, de hogy mit mérhettek vele, mondjuk az idő függvényében, arra próbálok valamilyen jelet találni, hát ha kiderül. Itt látható bent valamilyen szövetdarab, lila színű, én feltételezem, hogy az lehet mondjuk a festékpárna, ami ugye a jeleket fogja rányomtatni erre a papírhengerre, vagy papírszalagra, és az órából érkező jeleket elképzelésem sincs, hogy mi lehet. Nem tudom elképzelni, nem akarok semmilyen hülyeséget mondani, tényleg lövésem sincs. Először gondolkodtam azon, hogy esetleg valami időjárás megfigyeléshez használhatták, rögzítettek mondjuk hőmérsékletértéket, de nem nagyon látok rajta valamit, ami a hőmérséklet változás mérésére utalna. Szeizmográfnak nem nagyon tartom valószínűleg, hogy az lenne, esetleg levegő páratartalom méréshez használtak valamit, elképzelésem sincsen. Postagalamb röptetés mérő óra. Egyértelmű, hogy a postagalambok repülési idejét mérik ezzel, hát most már egyértelmű valóban. A postagalambokkal versenyeznek, azaz elviszik valahova a galambokat, és mérik, hogy melyik ér haza a leggyorsabban. Ez azért különösen érdekes, mert a podcast adásaink közül kettőben is foglalkoztunk versenygalambokkal. Az egyik kifejezetten ezekkel foglalkozott, azt hallgassátok meg mindenképpen. Egyébként egy másik adásnál is, a velünk élő madarakról készült adásban is szóba jöttek a postagalambok, hogy a különböző korszakokban hogyan használták őket kémkedésre, háborúkat hogyan döntöttek el maguk a galambok, úgyhogy mindenképpen érdemes ehhez azt hozzákötni. De hogy ebből a fadobozból nem mondtam volna meg, hogy ez postagalamb röptetés mérő óra, az tuti biztos. Hát én úgy érzem, hogy nem remekeltem valami fantasztikusan. Kitaláltam a telefont, úgy ahogy. A masszírozógép az fogadjuk el mondjuk egy fél pontnak, vagy háromnegyed pontnak. A hús klopfolónál is voltak sejtéseim, de az se egészen volt igaz. A szextánst azt egész jól kitaláltam. Szerintem arra adnék magamnak egy 2 pontot. Lájkkal jelezzétek, hogyha esetleg megérdemlem ezt valóban. De összességében szerintem nagyon csúnyán felsültem ezzel a teszttel. Ha ti jobban szeretnétek teljesíteni, akkor gyertek el a műszaki tanulmánytárba, és nézzétek meg, nem csak ezek vannak itt kiállítva, hanem 16 ezer darab egyéb tárgy is, úgyhogy szerintem simán el tudtok itt tölteni egy napot. Legközelebb egy teljesen más adással jelentkezünk majd. Sziasztok!